Egy új rendhagyó darabbal készül évadnyitó előadására a Székesfehérvári Balettszínház, Egerházi Attila koreográfiájával és rendezésében a Nomádok című ízig-vérig mai táncnyelven megfogalmazott táncjátékkal készülnek, amelyben a kortárs balett zenei világa ősi zenei témákhoz nyúl vissza. A cím az nagyon fontos, mint minden balettben, amit elkövetek, hiszen a cím az olyan, mint a mag, abban benne van az egész fa, csak ki kell hogy keljen és virágba szökkenjen. Szóval a cím az árulkodó. Természetesen átvitt értelemben használjuk. Hát a nomádok azt lehet vonatkoztatni egy népcsoportra, de lehet a táncosokra is, hiszen a táncosok élete az olyan, mint a nomádok élete. Háti zsákjukkal járják a világot, eltöltenek pár évet egy társulatnál, és tovább állnak. Maga a tánc és a zene kapcsolódási pontjai az a különleges vízió, amely lehetőséget nyújt arra, hogy megismerjünk egy álomszerű világot, a valaha voltat keresőknek pedig megerősítést nyújt, hogy ezt a 21. században is megélhetik. Ősi magyar motivumokat hallunk, és citerán szólal meg, kortárs változatban, Lajkó Félix és az Operencia, de ugyanúgy használunk Ervopartot is, ami szintén ősi motivumokat használ, vagy Lovász Irént és Takács Dorinát, azaz Dévát, ami szintén ősi magyar témákat dolgoz fel kortárs nyelven és hangzásvilággal, és Balanescu kvartett, ez a zenei tükör, ez a zenei anyag, amin a darab utazik. A premierre már nem sokáig kell várni. Az ősbemutatót a kortárs balett kedvelői november 8-án tekinthetik meg a Vörösmarty Színházban. Az est további előadása az elmúlt években nagy sikert aratott Bolero lesz.